több lépcsős maga rekonstrukciónak az elkészítése, tehát mindig először ugye tisztázzuk, hogy mi a célja. Részben ugye magába várba, hogy fog ez megjelenni, mint turisztikai elem. Utána tisztázzuk, hogy milyen korszakról van szó, és ezután jön egy vázlattervi szint, amikor tisztázzuk azt is, hogy hogy lesz berendezve. Ugye a bútorok jelentik a fő vázát magának az interjőr rekonstrukciónak, tehát ennek az elhelyezése egy nagyon fontos dolog. Itt még mindig lehet gondolkodni és újra átgondolni a tervezést, és utána egyenként elkészülnek a tárgyak, tehát minden esetben rekonstrukcióról van szó. Itt már a rekonstrukció valódi értelmét jobban használhatjuk, hiszen az interjőrnél nem erről van szó, tulajdonképpen típusokat, interjőr típusokat hozunk létre. Tehát nem mondhatjuk ki, hogy Nagyvázsonyban így nézett ki, de hogy ilyen benyomást keltett, ilyen látványvilága volt, ilyen tárgyakat és típustárgyakat használtak, ilyen színvonalakat, azt viszont igen. Minden egyes tárgyat külön meg kell tervezni, ehhez mindenhez tervrajz készül, nagyon sok analógiát használunk föl ehhez, és gyakorlatilag gyártmánytervi szinten kutatásokat is felhasználva készülnek el ezek a tervek. A harmadik fázis maga a kivitelezés, ami talán a legjelentősebb ebben, hiszen a tervet még nagyon sokféle módon lehet elkészíteni. A legnagyobb feladat megtalálni azokat a kivitelezőket, akik ezeket a rég volt, és már talán nincs a kezükbe ez a gyakorlat, ezeket a technológiákat mégiscsak meg tudják valósítani. Úgyhogy gyakran van a tervező részéről egy tanulmány, hogy utána nézed, hogy recepteket gyűjtök sokszor akár felületkezeléshez, és ezeket adom át a kivitelező mestereknek, akik aztán kipróbálják, és a műhelyben több próbafelületet végezve készül el végül, és az a végeredmény, amit aztán a látogatók a kiállításon megtekinthetnek. Simeg kapcsán a korszak az nagyon is adott, hiszen a 16. század közepe az, amit meghatároztunk. Ugye ekkor a veszprémi püspök már elmenekült, és itt rendezi be a udvarát, szállását, és hát ez a most elkészülő rekonstrukciónak is ez a korszaka. Viszont ez nem a püspöki interjőrök, hanem a hozzá kapcsolódó személyzet és az ő lakó környezetüknek a kialakítását fogja bemutatni. Nagyvázsonynál az interjőröket a lakótoronyba rekonstruáltuk, hiszen ez a legépebben megmaradt és mindmáig megmaradt 15. századi lakótér, ami Magyarországon belül tulajdonképpen unikális és egyedülálló, és ezért alkalmas arra, hogy itt egy főúri lakó interjőr rekonstrukciót tudjunk készíteni és bemutatni. Úgyhogy itt adta magát az, hogy a 15. századnak a legvége, ugye, amikor Magyar Benigna ide kerül a Kinizsi Pál feleségeként, tulajdonképpen a várúrnőjeként, és amikor ezt felújítják és kialakítják benne az első családi fészküket, ezt a korszakot mutatjuk be. Két alapvetően fontos forrás van, egyrészt az írott adatok, másrészt a képi anyag. Engem leginkább a képi anyag segít a részletek kidolgozásában, de az, hogy egyes helységek hogyan lehettek berendezve, ehhez például az inventáriumok nagyon is alapos, nagyon jó forrásoknak bizonyulnak. A másik nagyon pici része szokott lenni sajnos, vagy a harmadik, inkább így mondom, nagyon kicsi része az, ami megmaradt tárgyak, tehát valamilyen módon a régészetbe. Ez, hogyha interjőről beszélünk, akkor bútorokról beszélünk elsősorban. A bútorok legtöbb esetben elpusztultak, nagyon kevés az, ami analógiaként felhasználható, mert megmaradt a mai korra, pláne hogyha Magyarországról beszélünk. Viszont veretek, vasalatok, azok megmaradtak, kerámia megmaradt, tehát ezekből lehet következtetni, hogy egyes helységeknek a berendezésének a színvonala milyen lehetett. Tehát, hogyha van egy kályhacsámpe maradványunk, akkor tovább lehet gondolni, hogy az egész interjőr hogy volt berendezve eredetileg. És hát a leginkább, amikor ugye nem tudjuk, hogy
elpusztultak, ugye nem tudjuk, hogy milyenek voltak maguk a bútorok, vagy maguk a tárgyak. Erről leginkább a korabeli ábrázolások tájékoztatnak bennünket. Tehát látunk berendezett szobákat, ezek általában oltárképek, festmények, vagy fametszetek, amik egy-egy kiadványban megjelentek, és ezen nagyon szépen lehet követni, hogy az általában milyen volt a bútorok használata, tárgy sűrűség, mit hova helyeztek el egy ablakhoz, vagy egy ablakfülkéhez viszonyítva. Ugyanis nem mindegy, hogy hova tesszük ezeket a tárgyakat, és ezt az interior rekonstrukciónál kezdeti szakaszába kell tulajdonképpen tisztázni. És nagyon nem mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk, mert mindegyik korszakban kicsit máshogy használták ezeket. Tehát például mióta a világítás bevezettük, azóta az asztal simán kerülhet a szoba közepére, viszont amíg a napfény volt az elsődleges fényforrás egy munkánál, akkor például az ablakfülkékbe helyezték el ezeket az asztalokat, és ez például a Nagyvázsonyi várban remekül lehet rekonstruálni és megmutatni. Sümeg kapcsán szerencsére rendelkezésünkre áll nagyon sok korabeli várleltár, az az inventárium, tehát itt az egyes helyiségeknek a tárgyait, a legfőbb tárgyait ismerjük. Ugye ezek az inventáriumok akkor készülnek, amikor van egy tulajdonosváltás van, tehát ez egy teljesen funkcionális gazdasági irat. Amikor átkerült egyik tulajdonostól a másikig, végigjárták magát a várat, és mindent számba vettek. Számba vették azokat a tárgyakat is, amik a vár tartozékai voltak, viszont itt a személyes tárgyak nem jelennek meg, tehát tulajdonképpen ez a váza nekünk, az, hogy látjuk, hogy egyes helységben mi volt. Be tudjuk azonosítani ezek alapján a helységeket, a helységek funkcióját, azt is, hogy ki lakott benne, és ezeket kell aztán nekünk kiegészítenünk. Igazából valódi történeteket nem tudunk mondani, viszont mi megpróbáltuk megalkotni, tehát itt szakács szállásról, egy sütőházról és a pékmesternek a szállásáról, illetőleg egy udvarbíró szállásáról van szó, ami számunkra vagy számomra érdekessé tette, hogy tulajdonképpen mindegyik egy-egy valamilyen szintű szolgának az életterét kellett bemutatni. Nagyvázsonynál csak elképzelésünk van, hogy hogyan nézhetett ki, tehát ismerjük magukat a helységeket, a kialakításokból következtetünk, és a váron belüli elhelyezkedésük alapján, hogy melyik milyen funkciót követett. Itt megint csak az említett megmaradt pár lelet, tehát hogy milyen tárgyakról tudunk, amik közvetlenül Magyar Benignához köthető, tehát így lehetett tudni, hogy leginkább Itália felé, illetőleg a Mátyás udvara felé kell kitekintést tennünk, és így módon leginkább a képi ábrázolás volt, ami segített a rekonstrukció elkészítésében. Magyar Benigna élete volt az, amiben el tudtunk mélyedni, és az ő személyiségének a megismerése volt számomra egy újdonság, ami valahol én azt gondolom, hogy visszatükröződik az egész terven, hiszen az ő női érése, hogy egy tényleg 14-15 éves lányból, aztán egy érett nőként háromszor ment ugye újból és újból férjhez, és az ő életmódja és tevékenységét, hogy ezt be tudjuk mutatni, ez nagyon izgalmas volt. Tehát ő Kastáról származott, ugye Magyar Balázs volt az édesapja, és ugyanebben az időben festették meg Kassán is az Erzsébet templomban a főoltárt, illetőleg a mellékoltárokat. És ott számtalan nagyon izgalmas, nagyon szépen elkészített interiőrt mutató belső tér van, úgyhogy ezeket használtuk föl, és amikor például egy párnát szerettünk volna rekonstruálni, akkor alkalmunk volt most itt ezeket a már csak festményben létező kárpit mintákat újraalkotni, újra rajzolni, és ennek is egy több napos, akár egy hetes munka volt ezt elkészíteni, és reméljük, hogy majd a végkifejletnél is ez ott fog pompázni.